Én biztos vagyok benne, hogy a dénesék valami csodát fognak művelni ma is, és hát igazán kíváncsian várom a ma estét. Ezekkel a mondatokkal indult a hangversenyterembe szombat este a Kossuth és kétszeres Erkel díjas érdemes művész, a nemzetművésze. Nemzetközi elismertségét García Lorca versére írt dalciklusával alapozta meg Varsóban, és így fogadták Nyíregyházán. Én a magyar versnek vagyok elkötelezett híve, és a kórusoknak ezekkel a magyar nyelvű kórusokkal kedveskedtem, és hát természetesen van az egyházi latin nyelv, amit nem számítok ugye idegen nyelvnek. Költőimet, hogy mondjam ezt, nem akarom nem megbántani őket, mert nem bántam, hanem megválogatom. Szeretem a szép szavakat, szeretem a szép az értelmes gondolatokat, és azt keresem mindig a versben, ami egybecseng ezzel. A zeneszerző túl a kórusműveken írt kantátát, misét, oratóriumot, zenekari, kamara és szóló darabokat, versenyműveket. A Cantemusnak ajánlotta a Missain a kórusművet, és utána még sok egyebet, melyel minden színpadon sikereket arattak. Méltatója Ordasi Péter karnagy utalt a szerző is a Cantemus közös sikereire. Sok szó nem kell, mert a művek magukért beszélnek. De azért azt el kell mondani, hogy ez a kapcsolat, ami a nyíregyházi Cantemus kóruscsalád és Kocsár Miklós között kialakult, az mindkét fél számára egy nagyon gyümölcsöző kapcsolat volt. Ez a kórus inspirálta számos kocsármű megszületését, és a kórus pedig úgy élhetett ezekkel a művekkel, hogy elmondhatjuk, hogy a nemzetközi sikereik egyik kovácsa ezek a világszínvonalú műveknek a bemutatása volt. Kocsár Miklós volt a Madách Színház zenei vezetője és karmestere, a zenemű kiadó szerkesztője, a Magyar Rádió népzenei rovata élén, illetve a zenei főosztály helyettes vezetője, és persze tehetséges fiataloknak tanított zeneszerzést. A művész születésnapját december 1-én ünneplik a Zeneakadémián. A 18 órakor kezdődő koncerten a Cantemus kórusok mellett hangszeres hallgatók is szerepelnek. Ahogy Ordasi Péter fogalmazott, öröm hallgatni és még nagyobb öröm énekelni Kocsár Miklós műveit, tehát igen szép este várható a budapesti koncertteremben.